Eckhart Tolle videójából részlet. Amikor a valóságot a kis történetek szemüvegén keresztül nézed, nem csak egy történet van, mert egyik történet jön a másik után, és jön még egy másik, és még egy másik. És néhány közülük nem is kis történet. Lehet, hogy nagy történetek is vannak önmagadról. Fontos, hogy összhangban legyél a pillanattal, és igazodj a jelen pillanathoz, ahelyett, hogy a fejedben hordoznád a hatalmas mennyiségű elmebeli tartalmat a múltadról és a jövődről. Mert az elme elsősorban a múlttal és a jövővel foglalkozik. És miközben bárhol is vagy, már azon gondolkodsz, hogy egy hét múlva újra otthon leszel, és akkor mit kell majd tenned? Milyen feladatokat kell elvégezned? Milyen problémákkal kell szembenézned, és mi az, amit akkor meg kell tennem. És akkor felmerülnek ezek a problémák. És hogy nem is kellett volna idejönnöm. Miért is jöttem ide, amikor mindenem megvan otthon? Miért is jöttem ide? Otthon kellett volna maradnom. Otthon is sok mindent kellene tennem, hogy elrendezzem a dolgaimat. Várnom kellett volna. Jövőre kellett volna eljönnöm erre a lelki gyakorlatra. Ez az én beszéd, a belső párbeszéd a fejben. Lehet, hogy itt is találkozhatsz vele, miközben egyik helyről a másikra sétálsz. Szóval, hogyan szabadulhatsz meg a fejedben lévő én beszédtől? Először is tudnod kell, hogy ilyen belső párbeszéd zajlik a fejedben. Ha nem tudsz róla, akkor te magad leszel a belső párbeszéd, az a hang a fejedben, az én beszédeddé válsz. Te válsz azzá a hanggá a fejedben. Nem tudod, hogy létezik, hogy ez csak egy gondolat. Tehát létfontosságú az, hogy legyen egy minimális tudatosságod, hogy tudd, hogy épp én beszéd zajlik a fejedben, és hogy folyamatosan valamilyen történetet mesélsz magadnak. Ezek csak rövidebb történetek lehetnek, mint például nem kellett volna idejönnöm, vagy nem illek én ide. Ezek az emberek túl spirituálisak, vagy én spirituális vagyok, ezek az emberek pedig egyáltalán nem azok. Minden kis gondolat, én beszéd a fejben. Kis történet, amely körbe-körbe jár. És aztán a valóságot kiszínezve a kis történet lencséjén keresztül nézed. És nem csak egy történet van. Természetesen jön egy másik, és még egy másik, és... némelyik kis történet nem is kicsi. Nagy történetek is lehetnek magadról, az életedről, és arról, hogy mi ment rosszul, vagy mi ment jól. Szóval még az is egy történet, csak kellemesebb, ha jól mentek a dolgok benne. Jobb, mint ha rosszul mentek volna. Tehát tudnod kell, mikor zajlik én beszámoló, belső párbeszéd. Mikor történik az én beszéd. A tudatosság nem része a belső párbeszédnek, az csak egyfajta jelenlét, ami felismeri, hogy van egy ilyen belső párbeszéd. A tudatosság, hogy van én beszéd. Abban a pillanatban, amikor ezt felismered, megnyílik a lehetőség arra, hogy megszabadulj ettől a belső párbeszédtől. Ha nincs tudatosság, akkor nem tudsz semmit sem tenni. Meg kell várnod, amíg az élet ráébreszt erre, hogy végre egy kis tudatosság érkezzen. Ó, talán azt mondtad, hogy kénytelen vagyok egy banánhéjon csúszkálni, vagy valami ilyesmi, mert magaddal beszélsz. És hirtelen azt mondod, hogy ó, az élet azt mondta, hogy ébredjek fel. Az ébredés évezredek óta használt kifejezés a spirituális kontextusban, nem a hagyományos kontextusban. Az ébredés hagyományos nyelvi értelemben azt jelenti, hogy felébredsz az alvásból. De a spirituális nyelvi értelemben az ébredés azt jelenti, hogy felébredsz, kilépsz a fejedben zajló belső párbeszédből. Mert ez a fejben zajló énbeszéd a hipnózis egy formája, az önhipnózis. Hipnotizálva vagy. Hipnotizált a társadalom, a környezeted, a környező kultúra, még a nyelv is, amit megtanultál, hogyan használd, ami az én beszéd nagy részét képezi, bár az én beszéd egy részét képek is kísérik, de nagy része nyelv. Mind része a kondicionált elmének. Mindez a kondicionálás hatása. És az emberek rabjai ennek.
annyira azonosulnak ezzel, ami gondolatokból áll, hogy elhisznek minden gondolatot, ami a fejükben megjelenik. Ez a lényege. Megszáll egy energiainformáció, és az emberek összetévesztik ezt, mert a kondicionált lény a gondolataikból áll. A lelkük csapdába esik benne. Annyira azonosítják magukat vele, hogy minden gondolatot elhisznek, ami a fejükben van. Ez normális, de abszurd. Más szóval inkább őrült, de normális. Ez hihetetlen mennyiségű és felesleges szenvedést okoz az embereknek maguknak, és másoknak is. Nem lehet szenvedést okozni magadnak anélkül, hogy másoknak ne okoznál, másokat benevonnál. Azoknak, akik közel állnak hozzád, és bárkinek is, aki kapcsolatba kerül veled. Hatalmas mennyiségű szenvedést okoz, ha nem ismered fel, hogy a problémáid nagy része a fejedben zajló belső párbeszédből áll. Ez csodálatos felismerés, ha egyszer ezt felismered, akkor már is van egy kis tudatosság. Egy kicsit tudatosabb lehet, és felmerülhet a kérdés, ki vagyok én? Az a történet vagyok, amit a fejem mond, vagy az vagyok én, aki látja ezt, aki felismeri, hogy van egy ilyen belső párbeszéd. Annak érdekében, hogy felismert, hogy én beszéd zajlik benned, és nem egy gondolat, hanem csak egy tudatos jelenlét. Ha van némi tudatosság, akkor kevésbé lesz kényszerítő ereje ennek a belső párbeszédnek. A tudatosság fénye ilyenkor bevilágít, és rájössz, hogy te magad vagy az a tudatosság. Te vagy a tudatosság, és van egy váltás. Ez az ébredés kezdete. Arról van szó, hogy el kell hinned, hogy több vagy, mint a fejedben lévő belső párbeszéd, mert ez is csak egy gondolat. A tudatosság már most is jelen van, és ez az, ami felismeri, hogy van belső párbeszéd. A fejed nem áll le azonnal, az önmagadról alkotott történet folytatni akarja tovább magát. Folytatni akarja az önbeszélgetést, van egy lendülete. Megfigyelheted ezt a lendületet. Ha nem tudod magadon megfigyelni, megfigyelheted másokban. Amikor van egy történetük, és elmondják neked a történetüket, a történet folytatását akarják. Nem tudnak, nem akarnak véget vetni a problémáiknak. A történet folytatását akarják, amely maga a probléma. Nem tudják ezt, ezért hívjuk öntudatlanságnak. Nem tudják, hogy az elsődleges dologként a történet folytatását akarják, mert ez a fiktív személyiség folytatása, aki nem tud élni a története nélkül. És sajnálom, de ezek az emberek nem akarnak véget vetni a problémáiknak. Valószínűleg azt mondják, hogy de igen, szeretném. Ám nem. Nem akarnak véget vetni a problémáiknak, mert az a történetük végét jelenteni, ami az önazonosságuk. Nem akarnak véget vetni az önazonosság érzésének. Szükségem van a történetemre, mindazokra a dolgokra, amit eddig magamnak mondtam magamról és másokról, a szüleimről, a rokonaimról, a munkatársaimról, a volt feleségemről és a volt férjemről, és arról, hogy mit tettek velem, és én mit tettem, vagy mit kellett volna tennem, de nem tudtam megtenni, vagy mit nem kellett volna tennem. Ki vagyok én enélkül? Nem tudom elengedni, többet kell gondolkodnom ezen. Így ez egy megszokott hely lesz. A mentális zaj megszokott helye, ahol úgy érzed, hogy ez én vagyok. És így minden terapeuta tudja, hogy mindig elérkezik az a pont, ahol a pácienseik ellenállást tanúsítanak. Nem akarnak megszabadulni a problémáiktól. Bármilyen terápia iskolájáról legyen szó, bárhogy is hívod kliensnek vagy páciensnek, bármilyen tudomány is legyen, eljön egy pont, amikor elérkezik ez az ellenállás. Nem akarnak megszabadulni a problémáiktól. A személyes én nem akar itt lenni, mert fenyegetve érzi magát. És nagy kihívás az, hogy ez a személy le fogja-e győzni ezt a gátat. Mert ez a gát nem csak a problémáktól való megszabadulást jelenti, hanem egy nagyon korlátozott és végső soron fiktív énérzettől való megszabadulást is, amely az énről szóló történet.
Ha képes vagy tudatosságot gyakorolni, akkor a belső párbeszéd kényszere csökken, és rájössz, hogy te magad vagy az a tudatosság. Tehát ez az, amit leírtam. Az a következő lépés az emberi tudat fejlődésében, ami az én beszédből való kilépés, amely nem más, mint a kondicionált elme. Hogy felismerjük, ráébredjünk, hogy sokkal több vagyok annál, mint az én beszéd a fejemben, mint az elme kondicionált tartalma. Hiszem, hogy több van abban, aki vagyok, és jobb, ha ti is hisztek benne. Tudjátok, hogy ennek így kell lennie. Ennek egy tapasztalatnak kell lennie. A legtöbbetek azért van itt, mert már volt ilyen pillanata. Ez az ébredés kezdete, és sokan azért vannak itt, mert már átélték ezt, vagy mélyebben is sikerült túllépniük a személyes énérzésükön. Sokan közületek már mélyen átéltétek a személy túllépését, mert az egyéni személy, a kizárólagos személyes énérzés nem akarna itt lenni. Az egyéni én fenyegetve érezné magát itt ülve. Fenyegetve érezné magát, vagy rendkívül nyugtalan és ingerült lenne, és azt mondaná, szükségem van rá, ki kell jutnom. Vagy hirtelen a lábaid elkezdenek rángatózni, ami egyébként teljesen normális. Sok embernek állandóan ráng a lába. Vagy azt mondja, mennem kell. Szóval, ha te vagy itt az a valaki, aki így reagál, amikor tudod, hogy a személyes éned kényelmetlenül érzi magát az itt lét miatt, nem tudja, de nyújtózkodik. Az ilyenfajta mozgolódás nagyon normális az embereknél, de ha ez a kutyáddal történne, elvinnéd az állatorvoshoz. Felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást.